Rendszeresen keresik kullancs csípések miatt Bába Mariannát. A házi orvos arra intett, minden esetben érdemes átvizsgálni az érintettet, ugyanis a pókfélék által terjesztett fertőzések életveszélyesek. Ez a kokárdaszerű. Itt a csípés. A lánykor antibiotikumokkal kezelhető, ugyanakkor az agyvelő és agyhártyagyulladásnál a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni. Már van hatékony oltás, maga a betegség speciálisan nem feltétlen gyógyítható, halálos kimenetelő is lehet, de védőoltással megelőzhető. Tehát azon túl, hogy a védekezés formáit betartjuk kullancsprék használatával, különböző illóolajok igénybevételével, önellenőrzéssel, azon túl tél végén vagy a tavasz elején legkésőbb érdemes egy komplett kullancs elleni oltási sémát fölvenni, vagy igénybe venni. A Balaton nyugati térségében egy afrikai fajt azonosítottak. A környéken ismert típusoknál jóval agresszívebb állattal 2021 óta egyre többször találkoznak a kutatók. Hál' Istennek Zala megyéből még nem tudok ilyen új kullancsfajt. Egy elég nagyméretű, Afrikában, Ázsiában őshonos, gyors mozgású, csíkos lábú, tehát jól elkülöníthető a hazai fajoktól egy új kullancsfajt, ami hát potenciálisan nagyon veszélyes újabb fertőzéseket, vérzéses lázt okozó, kórokozót is terjeszthet. Magát a kórokozót még nem mutatták ki, hál' Istennek, de sajnos ez az új kullancsfaj, ez potenciális terjesztője lehet. Az ízelt lábúak a környékbeli fajokkal ellentétben nem kivárják áldozatukat és rápottyannak, hanem vadásznak. Ezt szem előtt tartva a szakemberek azt javasolják az erdőjáróknak, hogy az ismert olajok és vegyszerek alkalmazása mellett zárt öltözékben kiránduljanak.